hogy tudásunkkal, erőnkkel, hitünkkel képesek legyünk itt a Kárpát-medencében továbbra is magyarként, kulturált nemzetként és innovatív nemzetként tovább élni. Én azt gondolom, hogy a kormány szándéka ebben világos, ezt a képességnek a megteremtését és további szolgálatát kívánják elérni ezzel a benyújtott jogszabályváltoztatási csomaggal, és ezért a Magyar Keresztény Demokrata Néppárt részéről a törvényjavaslat elfogadását tudom javasolni, azaz a KDNP támogatja a benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, Agacki András képviselő úr. Most megadom a szót Hiller István képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Önni a szó. Tisztelt elnök úr, képviselőasszonyok és képviselő urak, tisztelt államtitkár úr! Az én véleményem szerint egy nagy jelentőségű törvény vitáján veszünk most részt. Formailag nem egy témában, hanem valóban számos témát felölel ez a törvénycsomag, javaslat, amit államtitkár úr elénk terjesztett. Van azonban néhány olyan kulcsmomentum, amelyekről nagyon nagy biztonsággal mondom, hogy a szakmában, a szakma politikában és az ennél jóval szélesebb nyilvánosság előtt is sokat fogunk még beszélni. Durván 10 képviselő van most a ülésteremben, tisztelt elnök úr. Ez egy huszada a magyar országgyűlés képviselőinek, miközben egészen biztos vagyok benne, hogy a törvény, javaslat, vagy egyáltalán az az ügy, amiről beszélünk, úgy a közeli jövőben, mint amikor ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét majd a távoli jövőben olvassák és elemzik, nagy jelentőségűnek fog minősülni. Ezért én nem tartom pejoratívnak az, hogyha a Magyar Országgyűlés megválasztott képviselői politikai vitát folytatnak. Miért lenne ez negatív? Miért lenne ez pejoratív? Különböző módon gondolkodunk országról, hazáról, nemzetről, Európáról, és ezeket a értékkel rendelkező gondolatokat összeütköztetni, ez például egy képviselő hivatása. Az se baj, hogyha szakmai érvekkel is alá tudja támasztani meggyőződését, és ezért két olyan kérdésben szívesen vállalom a vitát államtitkár úrral, és értelemszerűen a kormánnyal, hiszen annak képviseletében mondta el, amiben nem csak a törvény javaslat leírt szavai, mondatai, hanem a törvényből sugárzó koncepció, a mögöttes, ahogy szokás mondani, a törvény szelleme az, amit kifejez, hogy vajon ez az az iránya, amelyet követni érdemes. És javaslom, hogy ezt összefüggésébe tekintsük, miközben az egyik ügy, amiről szeretnék beszélni, kulturális témakörben megfogalmazott állítás, a másik oktatás, de oly szorosan összekapcsolódik, hogy én magam is alig tudom szétválasztani a gondolataimba. Ugye tényszerűen mégiscsak arról van szó, hogy létrehoznak egy olyan központot, közgyűjteményi központot, amely hat jelentős, tekintélyében és súlyában eltérő, de saját szakmai területén lényeges szerepet betöltő közgyűjteményi egységet, múzeumot, illetve könyvtárt egy központ alá von. Én ezt érdekes koncepciónak tartom, érdemes megvizsgálni, hogy mire jó. Nem eredendően azért, mert kormánypárti vagyok, elfogadni, vagy azért, mert ellenzéki vagyok, elutasítani, hanem a magyar kultúra, ezen belül a magyar közművelődés és közgyűjteményi jelen és jövő szempontjából megvizsgálni, hogy ez mire jó. Pontosan azért lássuk át, hogy miről van szó.
Létrejön tehát már többször felsorolt intézményeinkből egy nem egyszerűen integráció, hanem a fölött létrehozó vezéregység, amely vezéregység minden egyes hozzátartozó részleget, ez hat, irányít. Nem, az nem helyes meglátás, hogy ez egyszerűen integráció, mert nem arról van szó, hogy összevonja a tervezet a Magyar Nemzeti Múzeumot, meg a Széchenyi Könyvtárt, meg még négyet, hanem létrehoz egy központot, egy irányító egységet, amelynek irányítása alatt áll az előbb elmondott, valóban tekintélyes közgyűjteményi intézmények sora. Ennek a központnak a vezetőjét a miniszter kinevezi. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói tisztségére nemrég történt sajátos körülmények között pályázat, amelynek eredményeként, mint kiderült, aki ezt a tisztséget elnyerte, ő mégse lesz a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Korábban ugyan már elnyerte a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói tisztségét, de azt sem ő fogja betölteni, hanem a miniszter kinevezi ezen központ vezetőjének, ő pedig kinevez olyanokat, akik egyébként biztos, hogy nem nyerték el pályázat révén azon múzeumok vezetését, amelynek élére kerülnek. Ezt a metódust én nagyon figyelemre méltónak tartom. Azért tartom figyelemre méltónak, mert le kell tisztázni dolgokat a magyar kultúrába. Az nem megy, hogy pályázatot hirdetünk országvilág előtt, és ez nem itt fordul csak elő először, majd aki elnyeri a pályázat révén a tisztséget, az ezt a tisztséget nem tölti be, aki pedig nem nyert el, az kinevezés révén az intézmény vezetője lesz. Ez így nem tiszta. Akkor vállalja a miniszter azt a felelősséget, ami egyébként vitára alkalmat ad, de legalább tiszta. Azt mondja, hogy nem hirdet pályázatot, hanem kinevezi a vezetőt. Én ezt nem helyeslem, de ettől még világosabb, egyértelműbb. Egyébként is önöknek ezekkel a pályázatokkal valahogy mostanában nincsen szerencséjük. Olyan fura dolog. Én nekem is volt időszak, amikor felelősségem volt pályázatokat hirdetni és dönteni. De az nagyon sajátos, hogy elmondom előre, hogy ki az, akit nem szeretnék egy adott intézmény élére, majd pályázatot hirdetek, aztán visszavonom, azt megint pályázatot hirdetek, majd a harmadik pályázat eredményeként az lesz a vezető, akiről elmondtam, hogy nem lesz vezető. Ez a szakmát és a magyar művészeti élet nagyon széles rétegét felbolygatja. És önök most előállítanak ismét egy helyzetet, amiben nem világos viszonyokat teremtenek. És kérem, olyan egyértelmű lenne, olyan egyszerű lenne, hogyha itt nekem mondjuk úgy személyi problémáim lennének. Mint hogy döntési kompetenciám ebben nincs, nyugodtan mondhatnák, hogy hát az ellenzéknek nem tetszik a kinevezett vezető, kerüljön kormányra, aztán majd más lesz a beleszólása. Igaz is, de nekem nem személyi problémám van. Nekem konstrukcionális problémám van. Biztos, hogy nem kell mindannyiuknak ismerni a jelenlegi kulturális és innovációs minisztérium belső szerkezetét. Nekem, minthogy ezzel a témával, ezzel a nagy területtel is foglalkozom, kutya kötelességem. Ezért szívesen elmondom önöknek, hogy nyilván nem államtitkár úrnak, hanem az érdeklődőknek, hogy a minisztériumokban van egy közgyűjteményekért és kulturális fejlesztékekért felelős helyettes államtitkárság. Most létrehoznak egy közgyűjteményi központot a magyar államaparátuson kívül. A tisztelettel kérdezem, hogy ezek után a kulturális államtitkárság ezen részlegének mi lesz a dolga?
Tudnik, ebbe a koncentrációba, ebbe a központba helyeznek döntési kompetenciát, hierarchiát, intézményt és pénzt. Mit fog csinálni ez a részleg? Azt javaslom, hogy egyelőre olyan javaslattal, amit még nem is terjesztettek a kormány elé, a Magyarországgyűlés előtt, ne foglalkozzunk, legfeljebb annyiban, hogy ez a koncepció azért nagyon erőteljesen előszele annak, amit sajtóban olvashattunk, és hogyha ez nem egyszerűen a közgyűjteményekre igaz, egyelőre csak feltételezni tudom, hanem a zenére, a színházra, a magyar kultúra majd minden részlegére, hogy mindenhol létrejön majd egy ilyen, amit most itt ezen a területen közgyűjteményi központnak nevezünk, akkor a Magyarországgyűlés képviselőjeként föl kell tennem a kérdést, hogy a magyar kultúra területén mi a célja a magyar állam apparátusával az aktuális magyar kormánynak. Ez egy nagyon fontos kérdés, kérem. Amikor központosításról beszélünk, akkor annak a tartalma valójában történetileg más. Az igazi központosítás az lenne, amikor az állam hatalmi gépezetébe, szervezetébe, jelen esetben a kultúráért és felelős minisztériumba még több dolgot halmoznak föl, még jobban központosítanak, még több mindent oda vonnak. De itt nem erről van szó, pont nem erről van szó. Mint hogyha önök az állam nevében eljáró kormány tisztségviselői és a kormány gondolatát és akaratát megtestesítő koncepció képviselője a parlamentbe, saját önnön akaratukból vonnák ki a területeket a magyar államaparátusból, és tennék egy egészen más kontrollálható intézmény közgyűjteményi központ részévé. Én szerintem önök gyengítik a magyar államot. Ez nem erősítés. Ez a magyar állam és annak intézményesített és általunk, mint képviselők által kontrollálható formájának gyengítése. És hogyha ezt megcsinálják a zenébe, a színházba, hogy mindennek lesz egy ilyen az államapparátuson, a minisztériumon kívüleső része, akkor én azt gondolom, hogy a magyar állam érdekei ellen tesznek. Ez nem használ a magyar államnak. Ez gyengíti a magyar államot. És ez nem kulturális koncepció. Kérem szépen, gondolják ezt végig. Hasonlóképpen egészen sajátos, ami a törvény tartalmaz a pedagógus képzéssel kapcsolatban, amikor is egy eddig ezt a tevékenységet nem folytató intézmény, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet bővítik, most még egyszer nem mondom el, államtitkár úr ezt precízen elmondta, milyen fajta pedagógus képzéssel. Na de a legnagyobb tisztelettel mondom önöknek, hogy ott, ahol ezt tervezik, attól 4,5 kilométerre van a magyar pedagógus képzés legnagyobb tradícióval rendelkező intézménye. Történetesen beütöttem, hogy ne rosszat mondjak, 4,7 kilométerre. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi kara attól a helytől 4,7 kilométerre van. Én nem tudom, hogy ez pontosan mennyibe kerül, amit itt terveznek. Az biztos, hogy itt sok 10 milliárdról van szó. Az én tapasztalatom szerint az az intézmény, amiben önök gondolkodnak, az legalább 400 új álláshely és intézménybővítés, amiről Jámbor képviselő úr, mint a kerület helyi képviselője nyilván fog beszélni egy más aspektusból. Én azért mondom, hogy fölösleges, mert egyébként 1635 óta nyilván nem helybe, de a magyar oktatásügybe egyedülálló és kontinuus módon ott folyik a legjobb színvonalú magyar pedagógus képzés. Tudják, mennyit keres egy egyetemi tanársegéd két nyelvvizsgával, diplomával ott 4,7 kilométerre?
mint hogy megkérdeztem egykori évfolyamtársamat, aki tanszékvezető, ez mai adat. Bruttó 368 ezer forintot. Azt kérem, nettó 260 ezer forint. Megkérdeztem, hogy mennyit keres egy egyetemi adjunktus, PhD-vel rendelkezik már. Bruttó 420 ezer forintot, nettó 294 ezer forintot visz haza. Azt szeretném felvetni a legnagyobb tisztelettel, hogyha a magyar állam jövőjéről beszélünk, akkor azokat a 10 milliárdokat, amiket most Józsefvárosba teljesen fölösleges infrastruktúrális fejlesztésbe kívánnának befektetni, nem lenne jobb. Nem lenne jobb a létező, színvonalas és minden kritériumot rendben levőnek tartó Eötvös Loránd Tudományegyetemhez és társaihoz társítani. Emeljék már meg ezeknek a kollégáknak a bérét, és ne azzal foglalkozzanak, hogy párhuzamos intézményeket hoznak létre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.